Békésen üldögél a padon ez a hajléktalan férfi a szexádi Prometheus Parkban. Holmiait tartalmazó szatyrokat maga mellé helyezve ette meg reggeliét. Ha még az is bebizonyosodna, hogy ott töltötte az éjszakát, bizony bajba kerülhetne. Hétfőn lépett ugyanis életbe az új szabályozás csomag, amely tiltja azt, hogy valaki az utcán éljen életvitelszerűen. Rendőrök fogják ellenőrizni a közterületeket, akit ott találnak és együttműködik, bevihetik a diszpécser szolgálat által kijelölt legközelebbi hajléktalan szállóra. Szűcs László, a szexádi hajléktalan szálló vezetője azt mondja, hozzájuk a szabálysértési törvény életbe lépését követően még nem hoztak be rendőrök senkit, és nem is nagyon számít sok hajléktalanra. Szexház szintjén és az egyébként ilyen 30 ezer fős városok szintjén ez nagy változást nem fog hozni. Szexház városban nem volt jellemző az, hogy közterületen aludjanak az ügyfelek. Megtalálják azokat a helyeket, lépcsőház vagy egyéb területet, amik nem minősülnek közterületnek, és ott töltik inkább az éjszakájukat. A törvény értelmében, ha egy utcán élő hajléktalan nem működik együtt a rendőrökkel, és a hatóságok felszólítása ellenére sem megy el onnan, szabálysértést követel, közérdekű munkára, majd elzárásra kötelezhető. Ebben szigorodott a törvény, korábban ugyanis csak közérdekű munkát szabhattak ki a hatóságok, és ha ezt nem vállalta a hajléktalan, akkor pénzbírságot kapott. Ha fél év alatt háromszor kapták el, akkor elzárás jött. Szűcs László azt mondja, csak azzal lehet ezt tenni, aki ténylegesen ott él az utcán. Fontos az, hogy a közterületi életvitelszerű tartózkodásnak, ami a szabálysértési törvény módosításában szerepel, minden eleme megvalósuljon. Tehát vissza kell térni arra a helyszínre az alvás szándékával, esetleg ott étkezni, tisztálkodni, esetleg az állattartás is ide tartozhat, hogyha adott esetben a hajléktalan személynek állata van. A szexádi hajléktalan szálló 90%-os kihasználtsággal működik jelenleg. A téli, fagyos hónapokra gondolva várják a meleg plédeket, takarókat, kabátokat.